Pakson az Ősz utca, Hunyadi és Temető utca közötti szakasza és az Ősz utcába torkolló Völgy utcának a felújítása elkezdődik hamarosan. A faltól falig történő munkálatok ideje alatt a környező utcákban is forgalomkorlátozásokra lehet majd számítani. Járda, úttest, minden megújul, közműveknek a felújítására, megújulására is sor kerül. Itt a csapadék csatornától elkezdve közvilágításon keresztül mindenre kell gondolni. A légkábelek ugyanúgy, ahogy a többi utcánál is, amelyek már megújultak, föld alá kerülnek. Térkőburkolatot kap a két utca, zöld sávok kialakítására kerül sor, és új kandellábereket helyeznek ki. Az elektromos közmű kiváltások lesznek, csapadékvíz, szennyvíz, ivóvíz és gáz kiváltás is fog történni ebbe a projektbe. A kivitelezésről szóló szerződést a napokban írta a Lápaks polgármestere és a kivitelező cég ügyvezetője. A valamivel több mint 166 millió forintos önkormányzati beruházás munkálatai február utolsó napján kezdődnek el. Azt megelőzően még lesz egy lakossági fórum, ahol az önkormányzat és a cég képviselői ismertetik az érintett lakossággal a munkálatok részleteit. A két utca teljes körű rekonstrukciójával július 19-éig kell végeznie a kivitelezőnek.